Nos, annyi történt ma, hogy az ötödik tojást, aminek igazándiból tegnap kellett volna kikelni, ma kivettem a fészekből reggel, miután az extrém meleg időjárás és szárazság miatt a fészekben annyira nincsen pára, hogy a tojásnak a héja annyira fölkeményedik, hogy nem tud kitörni belőle a fióka. Valószínűleg sok természetben levő fészekben komoly kiesést fog eredményezni, tehát nem fognak tudni kikelni a fiókák. Itt hála Istennek ugye a mentőhelyen belül vagyunk, simán be tudunk nyúlni a látható fészekbe, Szofi most repült el. Ki tudtuk venni a tojást, ki tudtuk csomagolni, be tudtuk tenni az inkubátorba egy pár percre, egy fél órára, hogy száradja meg, meg tudtuk etetni elsőre, és utána visszatettem a fészekbe, úgyhogy szépen minden a helyére került. Ennek a videója látható, eznek a részleteit lehet látni ebben a videóban. Na jó van, segítünk neked kivenni. Oké, ötöske. Talán látszik, milyen iszonyatos mértékig be van száradva a tojás. Tehát ezennek a hirtelen hőségnek a átka dolgozik rajta, hogy kijöjjön. Olyan beton kemény a tojás héja, hogy alig bírom róla szedegetni. És hát ugye látszik, hogy mert másfél napja ki van lyukasztva a tojás, a belső hártya is rászáll. Tehát dolgozik rajta ötöske, hogy itt kijöjjön közben. Úgyhogy segít nekünk, mi még nagyon szépen óvatosan ilyen miszik pici darabkákba szedjük le róla a héjat, tehát véletlenül se okozzunk sérülést. Ötöske, már van a nyakában kaja, mint főraptor, próbálkozik a nagy buckapejével, hogy azt ő akkor is megtartja fölfelé, mert ő erős nagy gólya lesz. Így van, tele a nyak, első kaján túl vagyunk, kaki megvolt, már szépen száradunk vissza, úgyhogy tadam, mindjárt megy szépen a tesókhoz. Vissza a fészekbe, ugye ötöske? Íme, immáron a tesók között, ötödikként a többiek között, de szépen ügyesen. Úgyhogy visszakerült a helyére a kicsi. Úgyhogy további szép cseperedést, látjuk egymást naponta 400-szor, igenis kelepelnek is.